Egy tiszaföldvári lakos tett bejelentést a rendőrségre, és elmondta, hogy hívását megelőzően megjelent nála egyik ismerőse, aki nagyon rossz állapotban volt, többször összecsuklott és az eszméletét is elvesztette. Mentőt hívtak segítségül, közben a férfi magához tért, és annyit tudott elmondani segítőjének, hogy megverték, majd megint elájult. A 40 éves tiszaföldvári sértettet kórházba szállították. A nyomozók adatot gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki. Ennek köszönhetően látókörükbe került egy 22 éves cibakházi férfi, aki a bűncselekmény feltételezett elkövetője. Időközben a sértett is magához tért a kórházban, és a nyomozók által felállított verziót megerősítette. A férfit 2022. október 26-án lakásán elfogták és előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták életveszélyt okozó testi sértés büntettének megalapozott gyanúja miatt. A 22 éves cibakházi férfit őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A gyanú szerint a sértett 2022. október 24-én megjelent ismerőse cibakházi albérleténél azért, hogy egy korábbi nézeteltérőséget megbeszéljék, azonban közöttük heves vita alakult ki, és a férfi eközben bántalmazta őt. A nyomozók életveszélyt okozó testi sértés büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.